Én Zalaegerszegről érkeztem, a Flexnek a autóipari gyáregységét képviselem most, alelnök asszonyunk jóvoltából. Zalaegerszegen van két gyáregységünk, illetve ami még közvetlenül hozzánk tartozik, ugye az a sárvári gyáregység. Azon kívül mi azért tényleg azt lehet mondani, hogy világméretű cég vagyunk. Szerintem nehéz olyan kontinenst mondani, ahol a Flex ne lenne jelen. Ha pénzügyi adózás hasonló megfontolásból közelítem meg, akkor egy ilyen szingapúri bejegyzési cég vagyunk, de valójában amerikai tulajdonú vállalat vagyunk. Részvénytársaság vagyunk, úgyhogy aki érdeklődik, az a Nasdaqon eléri a Flex részvényeket, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy fektessenek cégünkbe. Hát ígérem, hogy bemutatom önöknek, hogy hol vagyunk és miért éri meg tulajdonképpen a Flexben gondolkodni. Ugye itt különböző ipari forradalmakat lehet definiálni, vagy mondjam azt, a történelem majd eldönti és utólag meghatározzuk, hogy valójában mikor is kezdődött egy-egy forradalom. Ugye klasszikus vagy jó példája ugye a gépjármű, hát hiába jelent meg az is tulajdonképpen önmagában, még nem biztos, hogy forradalom lett, amíg nem volt hozzá meg a kellő vagy a megfelelő üzemanyag vagy meghajtóanyag. És hát tulajdonképpen most a jelenkorra lehetne vetíteni mondjuk a számítógépet, ami önmagában nagy-nagy dobás, de azért valójában ez is tulajdonképpen forradalomként akkor robbant, ahogy itt elhangzott már itt a korábbi előadásokban, amikor valójában az internet megjelent. Na most itt éppen itt Ró professzort hallgattam, és volt neki egy ábrája itt a különböző információ, technológiai eszközök fejlődéséről, aztán ott nekem is mondjam azt, hogy hirtelen itt a széken ülve bevillant egy forradalom. A tranzisztorok kapcsán ott ugye éppen kiemelte, hogy az tényleg a tudományos életben mekkora előrelépés jelentett. Kicsi fizikai háttér is volt, hogy az elektronok és azoknak a áramlása, aztán tudunk erősíteni, kapcsolni vele mi egymást. Hát most ezt egy kicsit úgy tovább gondolnám, talán a következő igazi nagy ipari forradalom akkor lesz, hogyha ennek a tranzisztornak mondjuk megtaláljuk a fénnyel üzemelő változatát, úgyhogy az megint egy ugye mind sávszélességben, mind adatátvitelben egy olyan perspektívikus jövőt kínál számunkra, amit talán még jelenleg elképzelni sem tudunk. A Flexnél ugye az ipar 4.0, ahogy azért én azt mondhatnám, a legtöbb ipari nagyvállalatoknál megjelenik. Mi is tulajdonképpen különböző tárgykörök köré csoportosítjuk ezt a fajta gondolatmenetet. Megnézzük azt, hogy valójában mik manapság az intelligens berendezések, mit tartunk annak, és tulajdonképpen megpróbáljuk egész egyszerűen átültetni ezt a gyakorlatba. Egy dolgot azért úgy nem szabad elfelejteni, és azt hiszem, hogy ez a gerincét fogja jelenteni ennek a prezentációnak. Egy kapitalista világban mi tulajdonképpen egy termelőiparvállalat vagyunk, tehát tulajdonképpen nekünk ez a mérőszámunk, és ezt lehet fordítani ember mi egymás milyen vonatkozásba, de valójában mégis a pénz sajnos az, ami a legmeghatározóbb és a legfőbb fokmérője ezeknek a dolgoknak. Úgyhogy nyilvánvalóan egy ilyenfajta indítatás és inspiráció is van bennünk. Ugye elhangzott az, illetve kérdésként felmerült, hogy a jövő munkavállalói milyenek lesznek, kik lesznek, kevesebben, többen leszünk. Én azt tudom mondani, hogy mi jelenleg a Flexnél nagyon erősen munkaerőhiánnyal küzdünk. A jelenlegi meglátásunk egyébként az, hogy jöhetnek nagyon nagy technológiai újítások. Nem gondoljuk azt, hogy kevesebben lennénk, vagy kevesebben kell, hogy legyünk az ipar 4.0 által. Sőt, mi inkább azt gondoljuk, vagy úgy véljük, hogy a tudományt, a tudományos életet mindig tulajdonképpen a sokasság, a tömeg vitte előre valamilyen formában. És itt a jövőben is lehetséges az, hogy a munkavállalói struktúránk át fog alakulni, direkt, indirekt dolgozóink aránya meg fog változni, de tulajdonképpen mindig szükségünk lesz emberekre, és hát mégiscsak azért az emberi fejekből fog kipattanni az, hogy
mi is legyen a következő lépés. A, beszéltem ugye kicsit ugye a pénzről, tőzsdéről, mi egymásról, hát a 2008-at azt mindenki azt úgy ismeri, tehát az ipar azért, vagy az ipari világban azért ez eléggé érvágó év volt, nem volt, nem különbözik ez alól a flex sem, de hát minden, mondjam azt, negatív változás mögött a pozitívat is kell nézni. Akkor tulajdonképpen egy vezetői nézőpont váltással egy új irányt vettünk, és tulajdonképpen behoztuk az úgynevezett sketch to scale filozófiát, és hát mondjam azt, hogy négy jegyünké vált, hogy összekapcsolt világ, erről majd fogok is mutatni önöknek videókat, hogy ezt hogyan gondoljuk, mi a jövő és most jelenleg miket végzünk. Az összekapcsolt világot egyébként megpróbáljuk azért valamilyen szinten a dolgozóinkra is ráültetni. Nem egyszerű, hiszen azért a Flexnél az emberek nagy többsége valójában 68% körül a, mondjam azt, hogy a ezredforduló előtt, tehát 2000-es évek előtti születésű dátum, és hát ugye 2000-től pedig egy új az égenerációról beszélünk. Ezeknek az összekapcsolása, gondolkodása sem egyszerű. Ahogy említettem, azért a Flex nyilvánvalóan próbálja a maximumot mindenkiből kihozni, ezt várjuk el, tőlünk is ezt várják el a vevőink. Próbálunk nekik tulajdonképpen emellett nyújtani is, és kihasználva az információs világ adta lehetőségeket. Ugye sokszor hallani különböző, nem tudom én, előadásokon más multinacionális cégektől, hogy pihenőszoba, relaxszoba, mi egymást próbálnak a dolgozók számára biztosítani. Ahogy említettem, mi viszont egy multikulturális, tényleg világméretű cég vagyunk. Van nekünk egy ilyen úgynevezett HealthUp nevezetű applikációnk, ez például egyébként egy ilyen orvosi, diagnosztikai applikáció. Majdnem azt mondhatnám, hogy én elmegyek Mexikóba, akkor tudjak kommunikálni helyi itteni orvossal, tehát ezt teszi lehetővé ez az applikáció. Na most ez a fajta új applikációk megjelenése a bizonyíték számunkra az, hogy munkavállalóink remélhetőleg ugye a jövőben is megmaradnak, és a munkakörük fog átalakulni. Tehát nagy valószínűséggel, hogy megjelennek különböző ilyen applikációfejlesztők, nem tudom én, felhőszerkesztők, és lehet, hogy nem úgy fogjuk hívni, mint manapság, hogy folyamatmérnök, vagy nem tudom én, karbantartó, új titulus lesz, de valójában megmaradunk, és egy csapatként fogunk előre menni. A magáról, a technológiáról, amit a Flex csinál, szerintem érdemes néhány dolgot bemutatni. Mi egy úgynevezett felületi szerelés technikával foglalkozunk, ez a core kompetenciánk, ami azt jelenti, hogy elektronikai szerelvényeket gyártunk. Jó, elektronikai szerelvények a laptoptól, a nem tudom én, kávéfőzőn át, az űrrepülőgépig mindenhol megtalálhatók, és ennek megfelelően a legszélesebb spektrumú gyártórendszerrel rendelkezünk. Azt mondhatnám, hogy a mai autóipari követelményeknek megfelelően minden adatot gyűjtünk, ez értsd azt, hogy mikor gyártottuk, az egyes folyamat lépésekben mi történt, melyik operátor avatkozott be, ha adott esetben megállt a gép, aztán az anyag szempontjából mikor vettük, kitől vettük, mikor bontottuk föl, milyen a nedvesség érzékenysége, és így tovább, és így tovább. Ó, ezt egyébként egy központi rendszerbe gyűjtjük, ez az úgynevezett Flexflow rendszer. Ez egy ilyen nyomon követhetőségi rendszer. Na most, mint minden modern rendszernek, akár ennek a Flexflow-nak, vagy amit fogok önöknek mutatni, a kulcsa, vagy az alapeleme, az mindig a visszacsatoláson múlik. Aki kicsit jártas a szabályozás technikában, azt tudja, miről beszélünk, tehát, hogy visszajelzést adunk a folyamatról. Na most visszajelzést lehet adni ugye a gép gépnek, gép embernek, ember gépnek. Na most itt szintén egy ilyen ipar 4.0-hoz köthető képet láthatnak. A zalai automotív gyáregységünkben van 16 darab gyártósorunk. Itt a lány 1, lány 2-vel látják ezeket a gyártósorokat, illetve azok egy töredékét. És tulajdonképpen a gyárban minden mutatót egy ilyen dashboard jellegű képen mutatunk és követünk. Ezt látják a dolgozóink, hogy terv szerint hogyan haladnak, illetve látják a mérnökök, és látja a legfelsőbb menedzsment is. Erről a későbbiekben fogok beszélni, tehát a
flexnél tulajdonképpen kritikus pont az, hogy folyamatosan tudjunk mindent mérni és követni. Ezen a csíkon, ezen a szép színes csíkon, amit nem éppen egy ilyen szivárványnak szántunk, hanem valójában azt látunk, hogy egy nap egy darab gyártósorunk, mondjam azt, hogy tevékenysége hogyan oszlott meg. Itt természetesen zölddel azt szeretjük, ha minél több zöld van benne, mert az azt jelenti, hogy akkor folyamatosan gyártunk. Ha sárga, akkor mondjuk mérnökségi beavatkozás volt, ha piros, akkor olyan dolog, amit nem terveztünk. Aztán volt, hogy karbantartás miatt kellett megállni, és itt tovább, és itt tovább. Na most ebből folyamatosan különböző KPI mutatókat generálunk, és ebből a KPI mutatókból termelékenységet és sorkihasználtságot definiálunk. Na most a Flexnél egyébként ezek a számok közelítő számok, hát ahogy látjuk, vannak úgynevezett indirekt dolgozóink, IDL és a DL, az pedig a direkt. Itt az összegét mutatja, az azt jelenti, hogy 1300 millió dollár fordítunk, mondjam azt, hogy mérnökökre, 1000 millió dollár fordítunk pedig a direkt dolgozóinknak a bérére. Ugye említettem, hogy ipar, tehát pénzről szól azért ez az iparág, a vevői elégedettség mellett. Hogyha ezt átfordítjuk a mutatók nyelvére, hogy abból mit tudunk kiolvasni, részben ugye az ipar 4.0 segítségével, azt jelenti, hogy 160 ezer direkt dolgozónk van, és ha 80%-os hatékonysággal számolok, ami azért bődületes jó értékám, főleg egy olyan gyárban, mint a miénk, ahol viszonylag kis darabszámok és nagyon nagy mix van a termékpalettában, akkor tulajdonképpen hát 32 ezer embert megkérdezünk, hogy miért is fizetünk, miért is tartunk. Ó, na most ezek azok a dolgok, mondjam azt, hogy egy-egy, tehát manapság a piacon, hogyha megnézünk egy ilyen nagy EMS gyártót, mint amilyen mi is vagyunk, nincs új a nap alatt, tehát nehéz azért a gépek között különbséget tenni. Abban nincs különbség, hogy én ettől a gyártótól veszek, vagy attól a gyártótól, alkatrészbeültetés számban, most az, hogy van 1000 darab, nem osz, nem szoroz. Tehát mi igazán, amivel a versenytársak elé tudunk kerülni, az azok a dolgok, amiket kiemeltem, tehát apró, nüansznyi dolgok, amit meg kell tudnunk fogni, és tulajdonképpen erre építjük mi föl az egész jövőnket, és ez alatt értjük azt, hogy össze kell kötnünk nekünk a világot, és ez alatt embert és gépet is értsünk. És ami nagyon fontos, hogy mindezt úgynevezett real-time üzemmódban. Na most hoztam egy ilyen videót is, és a kettőt is, de akkor nézzük az elsőt. Reméljük lesz hangja, próbálok azért közben majd mondani a dolgokat. Ez az úgynevezett mamut rendszerünk, ez egy ember-gép kapcsolatot fogja megjeleníteni. Valós időben próbáljuk, néhány terméket látunk, gyártósoraink tulajdonképpen a legmodernebb környezetet próbáljuk biztosítani. Zalaegerszegen most egy olyan csarnokot avattunk, ahol sokkal jobb körülményeket tudunk biztosítani, mint a jelenlegi normál csarnokunkban. Úgynevezett túlnyomásos légkört találunk benne, tehát itt főleg a különböző por egyéb szentség kiszűrésére törekszünk. Amit látunk, az úgynevezett SMG gyártás vagy felület szerelés, tehát ezeket a paneleket gyártjuk. És azért ezt a videót választottam ki, mert ez egy viszonylag egyszerű és jól mutatja, hogy a nagy dolgok sokszor a kis dolgokon múlnak, vagy kis dolgokon buknak adott esetben. Itt folyamatosan monitorozzuk ezzel a rendszerrel, hogy mi történik a gyártósorainkon. Hát nyilvánvalóan a embereink, mérnökeink nem biztos, hogy örülnek neki, de tulajdonképpen online kapcsolatban vagyunk, mondjam azt, a gyártósori felelős mérnökökkel, és megvannak egy adott időkorlátok, hogy például 10 perc, 4 óra, fél óra, úgynevezett eszkaláció szintek szerint, hogyha megáll a gyártósor, akkor miért állt meg, és mi a következő
feladat, amit kell csinálni. Kit kell behívni, kit kell fölhívni. Na most az egyik nagy nehézség ugye ebben az iparágban a különböző gépeknek az összekapcsolása, hiszen ahány gyártó annyi féle, azt meg kell próbálni ugye egy interfészen futtatni. Hát mi erre próbáljuk meg ezt az úgynevezett mamutrendszert kialakítani. Hogy korábban láttuk is meg, majd fogom mutatni önöknek, hogy fogom mutatni, milyen különböző szenzorokat helyezünk el tulajdonképpen minden beültető állomáson, és egész egyszerűen azt figyeljük, hogy ha dolgozik, akkor nem tudom én pozitív jelet küld, ha nem dolgozik, akkor pedig ugye negatív jelet fog visszaküldeni. Próbáljuk ugye ezeket a szenzorokat egységes platformra hozni, és ezt a platformokat pedig ilyen dashboardok formájában megjeleníteni. Na most a Flexnél azért azt tudni kell, hogy az összekapcsolás az azért is nagyon fontos, mert nekünk, gyáregységünk nem csak úgy kell gondolkoznunk, hogy Zalaegerszeg, hanem nekünk vannak azért a világ más telep, vagy a más kontinenseken is telephelyeink, és előfordulnak termékek, amit például gyártunk, nem tudom én, Zalaegerszegen, gyártunk Mexikóban, vagy éppen Kínában, és tulajdonképpen hát ezeket a jeleket fogjuk földolgozni. Ahogy láttuk, ugye ilyen jelek jöhetnek gépektől, nyomógomboktól, egyéb rendszerektől, általunk fölépített szenzoroktól. Na most ezeknek mi valamilyen prioritást adunk, hát nyilvánvalóan az első, elsődleges és legfontosabb az az, ami közvetlenül a mi gyártómasináinkból jönnek. Ahogy mondtam, az ipar 4.0-át azt sokszor hajlamosak vagyunk, nem tudom, túlmisztifikálni. Itt egy nagyon kis lépést mutatok, amivel nagyon nagy dolgokat lehet elérni. Tehát egész egyszerűen, ha csak azt követjük, hogy egy adott munkaállomáson történik valami, vagy nem történik valami, azt mindösszesen $35 akár meg lehet valósítani. És ezt tulajdonképpen, ha összetudjuk fogni egy rendszerbe, akkor abból a legfontosabb, mondjam azt, KPI paramétereket meg tudjuk határozni. Mire jó még nekünk ez a rendszer? Ugye a gyárthatóságot alapvetően ugye egy ciklusidő határozza meg. Ha egy folyamatos monitorozást használunk, akkor tulajdonképpen ez a rendszer arra is alkalmas, hogy nem kell egy mérnökünknek lemenni, nem tudom én stopperórával megmérni, hogy azt a terméket 2 perc 13 másodperc alatt gyártom, hanem gyártom, átállok, és a rendszer képes arra, hogy az úgynevezett changeover-t, vagyis az átállási időt automatikusan számolja, és ezt valamilyen akár ilyen tanulási görbékbe átvigye, és egy reálisabb képet kapjunk. A Zalaegerszegen egyébként egy külön ipari csoport foglalkozik azzal, hogy folyamatosan optimalizálja ezeket a rendszereket, megpróbálja implementálni azokat az új technológiákat, amiket tulajdonképpen más, mondjam azt, hogy más flexájtoktól kapunk. Van itt egy ilyen nagyon szép összekapcsolt ábra, ezt inkább csak egy ilyen tájékoztatásnak gondoltam föltenni, és tulajdonképpen záró akkordként én bemutatnám megint csak egy videóban, hogy az, amit ott láttunk, az valójában hogyan is jelenik meg a Flexnél, és mivel ez egy ilyen magyar nyelvű lesz, ezért én most közben nem fogok beszélni. Újra kezdődik. Tele lehetőségekkel. Látja? Készen állsz. Gondolj csak bele. 5 év múlva 50 milliárd általunk minden nap használt eszköz fog egymással kommunikálni az intelligens rendszerek hálóján keresztül. A kapcsolódó intelligencia kora elérkezett és átalakítja jelenlegi életünket. Az intelligencia nem sokára mindenhol ott lesz, mindenben, ami bennünket körülvesz, és összeköt mindent, amit csinálunk. Új felfedezéseket tehetünk általa, új nézőpontokat tapasztalhatunk meg. Újra definiál minden iparágat, az üzleti életet, és új élményekkel leszünk gazdagabbak. Az óriási piaci változás, amit mindez magában hordoz, hatalmas lehetőséget nyújt azoknak, akik élnek vele. Itt az ideje, hogy újra gondoljuk, mi lehetséges. Hogy új iparágakon át
befolyásolhatásokat alkossunk meg, és használjuk az információ erejét, hogy jobb életet teremthessünk. A Flex élen jár az intelligencia korában. Teljes körű megoldásainknak köszönhetően versenyelőnyt biztosítunk. Mi fejlesztjük és felgyorsítjuk az innovációt, új termékkoncepciókat találunk ki. Beazonosítjuk és alkalmazzuk azokat a technológiákat, amelyekkel a leggyorsabban érhetjük el a piacot. Okos alkatrészeket gyártunk, amelyek elősegítik az intelligenciát. Látványosan és gyorsan segítünk piacra juttatni a termékeket. Lehetőségünk van jobb életet teremteni, egy okosabb, összekapcsoltabb világ segítségével. Képzeld csak el, mire vagyunk képesek együtt. Flex. Live smarter. Említettem, ez volt az utolsó slide. Köszönöm szépen a figyelmet!